nagyon érdekes téma, ez a morális trauma. Amikor egy rendszerben dolgozik valaki, például a Covid alatt nagyon sok ilyen volt. Moretti Magdolna, pszichiáter, főorvos, pszichoterapeuta online előadásával indult az a szakmai nap az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központban, amely a traumát és annak gyógyítási módjait helyezte előtérbe. Az érdeklődők olyan szakemberektől hallhattak hiteles tájékoztatást, akik nap mint nap találkozhatnak a problémakörrel munkájuk során. Sörédi Pál pszichiáter, addiktológus szakorvos előadása a traumák szerepe az addiktológiai kórképekben címet viselte. A szakember szerint a mai előadás sorozat fő üzenete az érzékenyítés. A trauma az egy rettentő sok későbbi probléma forrása lehet, tehát hogy amikor zajlik, amikor a szakemberek, a pedagógusok, a gyermekvédelmi szakemberek felismerik, hogy veszélyben vannak a gyermekek, vagy valakik ilyen szempontból veszélyben vannak, akkor nagyon-nagyon fontos lépni és cselekedni, hogy a későbbi jelentősebb károsodásokat megelőzzük. Sörédi Pál előadásában elsősorban a korai traumák és az élet során elszenvedett traumák hatásaira fókuszált, amelyek a legrosszabb esetekben szenvedélybetegségekhez vezethetnek. A harmadik, egyben utolsó előadást Vargáné Kézdi Lilla Anna tartotta. A klinikai szakpszichológus az EMDR terápia jótékony hatásait igyekezett megosztani a hallgatósággal. Az EMDR a szemmozgásos újrafeldolgozás rövidítése, amelyet gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy miközben a traumájára gondol a kliens, kétoldali ingerlést alkalmaz a terapeuta, ezt többek közt kopogtatással és hangingerrel érik el, az eljárás pedig elindítja a beakadt emlékek újrafeldolgozását. Traumaterapeutaként nagyon fontosnak tartom azt, hogy ugye a reményt közvetítsük. Tehát ez legfontosabb, hogy tudunk adni, tudunk egyáltalán hozzányúlni ehhez a témához, és van remény a gyógyulásra. Tehát ez a legfontosabb, amit egy kedves kliensem is mondott, hogy atya ég, hát lehet gyógyulni. A speciális szakmai napot a RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia szervezte. Farnas István Géza intézményvezető elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett hozzájuk a feldolgozatlan trauma témakörével kapcsolatban. Amikor a felnőtt korban megjelenő traumák már hatással vannak a családra, a feldolgozatlan traumák, akkor azt látjuk, hogy az emberek elakadnak, keresik a válaszokat, és nehéz mindenkinek. És általában sokan valamiféle függőségbe vagy valamilyen szerhasználatba menekülnek. Farnas István Géza hozzátette, hogy az előadás sorozat rávilágíthat az egyéni problémákra és azok megértésére, a résztvevők pedig olyan válaszokat kaphatnak, amelyek motiválják őket arra, hogy bizonyos esetekben bátran kérjenek segítséget.